Ez egy farsangi szöveg. Mert hát a farsang az egyetlen olyan esemény, amikor elnézik az emberek, ha másnak adott ki magad, és hát a régi dolgok is szeretnének népszerűek lenni, ezért öltöznek modernnek. Ezért fogta magát és demokráciának öltözött be az atombomba. A cenzúra szólásszabadságnak, a Sirinek éneke szánalmas popdalnak, a könyv letölthető PDF-nek öltözik, Afrodité kiszelt ünde szemöldököt ragaszt fel, amíg egy lerobbant diszkóban tántorgó részegnek öltözik be Fred Astaire. Dubstep DJ ruhában bújt Mozart, pillangóval festett a Tarantula, az Iliász a szürke 50 árnyalatának borítóját vette fel, és korrupciónak öltözött az aranybulla. A sikerért minden régi újnak adja ki magát. A siker miatt. Emiatt nem mai magyar válogatottnak öltözött az aranycsapat, hanem máltai asztalosoknak. A postagalan Facebook üzenetnek, a szépség feromonnak, a sarki kisbolt Tesco-nak, a budillatosító Dezodornak, Jockey Ewing Berényi Mikinek, Kincsem Overdose-nak, a színház mozinak, a való élet internetnek, a gyógyszerek pedig Overdose-nak öltöztek. Azért van, amit sajnálok, hogy más ruhába vetett. Kár, hogy a sok álszent kétoldalú köpenyt vett fel, mert azt könnyen forgatni. Kár, hogy a híradó fókusszal, a fókusz pedig híradóvá akar válni. Nagyon kár, hogy a felsőoktatás szerint az agyad és az eszed pénztárcának költözött, és az egész identitásod egyesével ellopott, kifáradt lelkekbe költözött. De nem mindenki akar úgy lenni. Sokan akarnak inkább magyarok lenni. Hallott Hungarian? Mi vagyunk a nemzet, akit te most irigyelsz. Megtudta, hogy nem lehet pálinka, ezért esik pánikba a Jack Daniels. Barack Obama a szimpátiája miatt a nyúckerbe költözött, és Paulo Coelho is magyar közmondásos könyvnek költözött. Nem volt nehéz. Shakespeare gyűjti magába a szifiliszt, hogy picit Adi lehessen, és 50 Cent is gyűjteget, hogy egy Erkel összes lehessen, azért csak óvatosan. Ha négy dolog modernnek öltöznek, az engem bántana. Ha két szegény legény szántani menne, akkor Carlos is szántaná. Vagy hogy hangzik, hogy... Lánc, lánc, lánc dohány, lánc dohányos céda, a lánchídról csikket pöccint kapjátok be még ma. Hát így öltöz magyarnak. Gondolkozz szabadon, de ne gondolkozz másképp, mint ahogy én akarom. Aggódj folyton, félj mindentől, mint ijedős kislány, hogyha először megjön. Légy annyira elégedetlen, hogy rólad mint ezek, hogy I can get no satisfaction. Legyen fontos az ateizmus, a kereszténység és a több istenit. Közben ítéljen minden és mindenkit, aki elítél mindent és mindenkit. Várkofán a Greenpeace, ha ott fekszel az óceán partján kimentve, és ne tegyél a változásért, csak küld a mi lesz itt velünk szavakat a 1799-re. Mert ha bekened magad egy jó erős listával, az még nem elég. Ha Kodály Zoltán a csengőhangot, az még nem elég. Ha kitűzöd a kokárdát október 23-án, az végképp nem elég. Van egy könnyebb módja annak, hogy beölt összes magyarnak, és nem kell többet tenned annál, mint hogy szimplán megmaradsz magadnak. Inkább mondd, hogy itt vagyok, magyar vagyok, tessék. Mert a bohóc arcán is gurulhatnak könycseppek, ha lefolyik róla a testét.